Valódi változás a közös jövőért. A Szociális Munka Világnapján a szakmát érintő kérdésekről értekeztek a szakemberek. Hosszú hétvégék, idén 7 alkalommal tervezhetnek hosszabb pihenővel a kikapcsolódni vágyók. 800 év Balázs Attila fotókiállítása látható a Pannonhalmi Boldogasszony kápolnában. A segítő szakmában dolgozók helyzetéről a szociális és gyermekvédelmi területeken szükséges társadalmi felelősségvállalás fontosságáról is szó esett a Szociális Munka Világnapján. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán megtartott rendezvény idei szlogenje a Buen Vivir, a közösség jólétére helyezte a hangsúlyt. Buen Vivir, azaz jó élet, de nem az egyén jóléte, hanem a közösségi. A szlogen arra hívja fel a szociális munkások figyelmét, hogy a valódi jólétet helyezzék előtérbe, amely a közösségben és a természettel való harmóniában gyökerezik. A Szociális Munkások Világszervezete minden év márciusában közzétesz egy felhívást, egy üzenetet, és arra kéri a világban a szociális munkásokat, hogy e köré, az üzenet köré szervezzenek programot, és ünnepeljenek. És hát mi 2014 óta itt a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karon minden évben megszervezzük a Szociális Munka Világnap programját, így ebben az évben ez a 10. alkalom. És ugye most a fenntartható jövő, és hogy ezt a fenntartható jövőt, ezt közösen kell kialakítanunk, illetve megélnünk, és majd átadni a következő generációk számára. Szóval most ez itt a központi témája a világnapnak. Az ünnepségen a kitüntetések átadása mellett a szakemberek megbeszélhették többek között a hazai felzárkóztatási tevékenységek tapasztalatait, a segítő szakmában dolgozók munkájának jelenlegi helyzetét, valamint a szociális és gyermekvédelmi területeken szükséges társadalmi felelősségvállalás fontosságát is. Ha Kelet-Európát vagy Magyarországot nézzük, akkor relatíve fiatal szakmáról beszélünk, mert hogyha kitekintünk mondjuk Nyugat-Európára, vagy főleg az Egyesült Államokra, ott már több mint 100 éves hagyománya rendelkezik a szociális munka. Mi megindultunk valamikor 1990 körül, és még akkor se szociális munkásokkal, hanem a képzéssel indultunk. Tehát igazából az első végzett szociális munkás évfolyam az 1994-ben lépett ki a területre. Azóta nagyon sok újdonság született meg, részben azért, mert megszülettek azok a jogszabályok is, amelyek a szociális munkát hivatottak képviselni, illetve a szociális ellátásokat. Lassan nincs az életnek olyan területe, ahol ne találkoznánk szociális munkásokkal. A családsegítés, gyerekjóléti szolgálat, gyermekvédelem mellett ott dolgoznak az idősellátásban és az egészségügyben is. Tiszavasváriban folytatódott a Polgári Esték rendezvény sorozat, melynek vendége ezúttal Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt. A politikus Vinnai Győzővel, a térség országgyűlési képviselőjével beszélgetett kötetlenül a hallgatóság előtt aktuális politikai közéleti témákról. Szó esett a háborúról, a béke megteremtésének lehetséges eszközeiről, Magyarország környezetvédelmi irányairól, a júniusi választás tétjéről. Az esemény résztvevői bővebb információkat kaptak a Hunor program jelenlegi állásáról is. Ennek keretében már egy éve tart a három mérnök és az orvos kiképzése, amelynek célja, hogy várhatóan a jövő év elején egyikük felmehessen a nemzetközi űrállomásra, és ott csak nem egy hónapon át tudományos kísérleteket végezzen. Négy űrhajós jelöltünk áll most a kiképzésben a rajtvonalnál, és hogy ebből a négyből ki lesz ténylegesen az az egy űrhajós, aki majd eljut a nemzetközi űrállomás fedélzetére 2024 végén vagy 2025 elején, az még ma az elkövetkező hetek, hónapoknak a kérdése. A program során hamarosan ebből a négy emberből két ember kiválasztása után, ez a két ember majd az Egyesült Államokban folytatja a kiképzését. Az év első felében jócskán megszaporodnak a munkaszüneti napok, így lehetőség van kiszakadni a hétköznapokból. Mindenki pénztárcájához mérten döntheti el, hogy hol és hogyan tölti el a rendelkezésre álló szabadidőt. A március 15-i háromnapos hosszú hétvégét követően húsvétkor négy nap áll a feltöltődni vágyok rendelkezésére. A változékony időben bebiztosíthatjuk kikapcsolódásunkat egy olyan szállodában, ahol a wellness részleg melegéből tekinthetünk ki a nyiladozó természetre.
Ebben az évben, pláne az év első felében egymást érik a hosszú hétvégék. A szakember elmondja, hogy a turisztika szempontjából ez olykor kontraproduktív is lehet. Minden jó, ami azt mutatja, hogy sok vendég, illetve sok foglalás realizálódhat, de hát ezt az elmúlt hétvégének a hosszú hétvégéje, az ünnepnapoknak a sokasága, ezt egy picit megcáfolt, ugyanis sokkal több visszamondás érkezett mondjuk ide a középnyírségbe, és hogyha saját magamról beszélek, akkor ezt akár tényszerű számokkal is alá lehet, vagy bizonyítani lehet, hogy sokkal több visszamondás érkezett, mint ami realizálódott. Talán sok hosszú hétvég és a temérdek fölvett ünnepnap, mint akár a Valentin nap, vagy éppen a november időszakoknak a Halloween ünnepe, ez mind-mind azt mondják, hogy egymás után követi 2-3 heti rendszerességgel egy-egy olyan hosszú hétvége, akár ami dömpingszerűen segíthetne a turizmust. Most jelen pillanatban azt látjuk, hogy az első negyed év az nagyon-nagyon jól sikerült a magyar turisztikai palettán, de ez a 3 hetente ünnepelünk bizonyos vagy akár nemzeti vagy fölvett ünnepeket, ezek nem segítették most, ugyanis el kellett, hogy döntsék a vendégek, hogy most a március 15-i hosszú hétvégét fogják igénybe venni, vagy a húsvéti 2 hét múlva lévő húsvéti hosszú hétvégét. Márciusi nemzeti ünnepünk tekintetében Baktalúrendházán inkább az volt a jellemző, hogy a családok a szálloda éttermének szolgáltatásait vették igénybe, és fogyasztottak el egy finom ebédet. Az utazási irodákban úgy látják, a rövidebb szabadidő eltöltésére zömében belföldi foglalások érkeznek, és a hosszabb, iskolai szünetekkel egybekötött munkaszüneti napokon hagyják el az országot azok, akik külföldi nyaralást terveznek. Én azt gondolom, hogy itt nem lehet élesen meghúzni a határt, hogy ki mit részesít előnybe, hiszen egy március 15-i hosszú hétvégén többen maradtak belföldön, viszont egy húsvét alkalmával többen mennek külföldre, hiszen ott hosszabb az időtartam, amit a szabadság alkalmával el tudnak tölteni pihenéssel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább azt határozza meg, hogy a család mit szeretne tenni, illetve mit szeretne, hogyan szeretne élményeket gyűjteni, úgyhogy ez befolyásolja az egészet, és talán azt lehet mondani, hogy a Széchenyi kártyának köszönhetően ugye nagyon sokan használják a belföldi üdülést, ennek ellenére azért halljuk ugye folyamatosan a híradásokból, hogy még így is nagyon sok pénz marad a kártyán, amit el lehet költeni, és ugye mi nekünk elsődlegesen a külföld az, ami nagyon meghatározó, és mi annak örülünk, hogy ezeken a hosszú hétvégeken nagyon sokan elutaznak városlátogatásokra, illetve rövidebb körutakra is. Gyermekes családoknak izgalmas kikapcsolódást nyújthat egy olyan hotel is, ahol akár oroszlán üvöltésre is ébredhetünk reggel. A szálláshelyek már készülnek a közelgő húsvéti ünnepekre, és előreláthatóan teltházra számítanak Nyíregyháza Sóstón is. Természetesen elsősorban ez nem is hosszú hétvége lesz, hanem két hétvégét, illetve a köztelévő hetet magába ölelő, ugye a tavaszi szünet is éppen úgy jön ki. Jelenleg is teljes teltház az előrelátható terveink szerint. Sonkát és tojást itt is kaphatnak a vendégek, ezt megsúgom. Tehát aki nem otthon süt, főz és várja a locsolókat, vagy éppen locsolkodni megy, annak sem kell lemondani az ünnephez tartozó finomságokról. Érdemes kihasználni az időt a kikapcsolódásra. A húsvétot követő hosszú hétvége a pünkösdi, akkor a hétfő miatt nyúlik majd hosszabbra a pihenőidő. Ültessünk, hogy élhessünk címmel indított faültetési akciót a Kereszténydemokrata Néppárt a párt vármegyei szervezetének képviselői Benk és Kisvárda mellett Pócs Petriben is több gyümölcsfát ültettek önkéntesek segítségével. Nagyon fontosnak tartjuk a fásítást, a gyümölcsfától kezdve a minden dísznövényeket a településen, és ebben nagy aktivisták vagyunk, és örülünk neki, hogy ez a programban, ebben a pályázatban is megkaphattuk ezt a gyümölcsfákat, mert ez is a települést is segíti, illetve az óvoda, a közmunkaprogramot is. Fásítottunk a egyházzal közösen a keresztút építésnél is, ott kanadai szíleket telepítettünk, ami nagyon gyorsan nő, és sövényszerű fog megnőni pár év alatt. Tehát lezárja a mezőgazdasági területet, és ezt a szakrális területet, elválasztja a területet egymástól. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett vetélkedőt Nyíregyháza önkormányzata és Nyíregyháza lengyel nemzetiségi önkormányzata. A cél a lengyel-magyar baráti viszony ápolása és a Bem József emléke előtti tisztelgés volt.
Izgalmakkal teli halk suttogás hangja töltötte be a Városháza Krudi Gyula termét szerda délelőtt. A lengyel-magyar barátság alkalmából rendezett vetélkedő döntőjében a hat legjobban teljesítő csapat mérhette össze tudását. 2008-ban indult el ez a lengyel-magyar két jó barát elnevezésű vetélkedő, akkor még az iskolánk ebédlőjében egy teljesen szűk körben kezdtük el, csak a mi iskolánk tanulóinak. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egyrészt BEM neve kötelez bennünket, úgy gondoljuk, másrészt nagyon szeretjük a lengyeleket, nagyon szeretjük a lengyel kultúrát, a lengyel gasztronómiát, a lengyel embereknek a személyiségét, és azt gondoltuk, hogy jó, hogyha a gyerekek ezt nagyon korán megismerik. A magyar-lengyel történelemnek nagyon sok kapcsolódási pontja van, melyek mentén igyekeznek nagyon érdekessé és izgalmassá tenni a vetélkedőt. A versenyző gyerekeknek életkori sajátosságaiknak megfelelő, élményszerű, tevékenységközpontú feladatokat kellett megoldaniuk. Engem nagyon érdekel a lengyel-magyar kultúra, továbbá a történelmük. Lengyel-magyar barátsága szerintem egy nagyon fontos esemény és történelmi, továbbá kulturális örökség, és az Erasmus program keretében sikerült kijutnom Lengyelországba, ahol meglátogattam a híres helyeket, továbbá a Bem József szobra, Bem József sírhelyét Tarnóban, és ez nekem egy nagyon-nagyon fontos esemény volt. A vetélkedő minden évben más-más témát jár körül. Az idején Szent Hedvig és Szent Kinga középkori szentek életét dolgozták fel játékos formában. A verseny célja a jó lengyel-magyar baráti viszony ápolása és Bem József emléke előtti tisztelgés. A másik motiváló erő pedig az angol nyelv oktatása volt a mi iskolánkban már, 42 éve nagyon intenzíven megy, hiszen nagyon-nagyon sokat segít a gyerekeknek a kommunikáció gyakorlásában, hiszen a lengyelekkel, hiszen van testvériskolánk is, ez a kommunikáció angol nyelven folyik. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében elmondta, Nyíregyházának kiváló kapcsolata van három lengyel testvérvárossal. Hozzátette, minden adott ahhoz, hogy ezt az évszázados barátságot a fiatal generáció tovább vigye. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy március 29-én nagypénteken a hulladék szállítása megszokott járatrend szerint történik. A húsvét hétfői körzetből március 30-án szombaton szállítják el a hulladékot. A nyíregyházi Bokréta utcai, Korányi Frigyes utcai és a kisvárdai ügyfélszolgálatok, valamint a nyíregyházi nagyecsedi és kisvárdai hulladékkezelő központok péntektől hétfőig zárva tartanak. A Bazilika 800 emlékév alkalmából rendeztek fotótárlatot a Pannonhalmi Boldogasszony kápolnában. A kiállítás a 800 év címet kapta, ugyanis a projekt keretében Balázs Attila, Escher Károly díjas fotóriporter 800 éves emberportréját készítette el. A kiállítás Csányi Vilmos Széchenyi díjas biológus, etológus professzor nyitotta meg. Némileg szokatlan képek díszítik a Boldogasszony kápolna falait. Férfiak és nők arcképei az ország minden tájáról. Ami közös bennük, hogy a lefotózott arcok mögött rejlő lélek már megélt pontosan egy évszázadot. Emberöltőkkel a 800 éves Pannonhalmi Bazilika felé alcímet kapta az a kiállítás, mely arra hivatott, hogy bemutassa, egy százesztendőt megélt hosszú élettörténetből is egymás után 8-ra van szükség ahhoz, hogy képzeletben visszatérjünk oda, ahol a bazilikái elkezdődött. A spiritualitás nélkül nem tud közösségekhez kapcsolódni, és ha nem tud közösségekhez kapcsolódni, akkor teljesen egyedül van, olyan stressz hatások érik a társadalomba, ami gyakorlatilag elviselhetetlen. Tehát az, aki individualistának mondja magát, az is igazából egy közösség tagja, egy egyszemélyes közösség tagja, és azt képzeli magáról, hogy ő úgy viselkedik, mint egy közösség. Tehát nem ismerünk olyan embert, aki igazán egyedül lenne, és nem úgy viselkedne, mint ahogy egy közösségben kell. Ez 2 millió éves genetika okozza, ezen nem, ahogy van 2 kezünk, 2 lábunk, és senki nem csodálkozik ezen, ez a közösséghez való tartozás igénye, ez ugyanilyen ősi tulajdonság. Itt már Margit néni csodálkozik rá saját kiállított arcképére. 5 férfi és 3 női portré tekinthető meg a kiállításon.
A munka Balázs Attila fotográfus elmondása szerint egy igazi csapatmunka volt, amelyben mindenkinek megvolt a saját feladata. Elsőként fel kellett kutatni azokat a 100 éves embereket, akik szívesen részt vettek ebben a nem mindennapi vállalásban. Nagyon sokat tanultam, érdekes módon saját magamból is. A 100 éves emberek olyan 100 éves emberekkel találkozva, olyan életszemléletekkel, meg olyan életfilozófiákkal találkozhattam, ami ez sokkal ez előrébb mutat az én ez 55 évemen. Ezek az emberek majdnem kétszer annyit éltek, és ez volt az életükben háború, dráma, ez szökés, munkatábor, egyszerűen ledolgozott 60 év a legváltozatosabban, és mindenki kivétel nélkül optimistán, még a jövőbe tekintően, még például Nagy Ferenc, anélkül, hogy bárki, még tervekkel van tele. Virágbölgyi István, a kiállítás kurátora, arra ösztönöz ajánlójában, hogy próbáljunk meg kilépni saját korlátaink közül, és ebből az évszázadokon át átívelő perspektívából tekintsünk korunkra, saját életünkre. Ez majd segít eligazodni, segít megítélni, hogy mi a fontos, minek van jelentősége, és mi az, ami maradandó. Egész életemben lényegében egészséges voltam. Komoly betegségem semmi nem volt. És egész életemben, hogy úgy mondjam, munkás életet éltem, elektromérnök vagyok, és ahogy mondtam az elején, ehhez már szerencse is kell, hogy ebben a korban, ilyen fizikai állapotban, és talán kimondhatom, szellemi állapotban is ezt a kort megérje. A kiállítás Pannonhalmán előreláthatóan november közepéig látogatható. Súlyos baleset történt hétfő délelőtt a 36-os számú főúton Nyíregyháza és Nagycserkesz között. Egy személy gépkocsi előzött egy másikat, amely közben az oldalának ütközött. A vétlen autó az útról lesodródva egy fának csapódott. Két személy súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett. A sérülteket kórházba szállították. Vereséggel kezdte a felsőházi rájátszást a nyírbátori férfi kézilabda csapat Tréki Tamás együttese az MB2 északkeleti csoportjában hazai pályán a Váctól kapott ki 33-29-re. A tabella hetedik helyén álló nyírbátor a következő fordulóban a harmadik Salgótarjánhoz látogat. Új bajnokság, új ellenfél. A felsőházi rájátszásban a C csoportból érkező Vác először lépett pályára Nyírbátorban, és egy 4-1-es kezdéssel jelezte is, hogy pontokért érkezett. A hazaiak aztán utolérték ellenfelüket, sőt a vezetést is átvették, a szünetre azonban 14-15-ös állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen a 45. percig. Akkor az egyenlítésért támadott a házigazda, de egy kimaradt zicsert követően 5-0-ás sorozatot produkált a Vác. Ezt a különbséget aztán őrizték is a mérkőzés végéig, amely végül 4 gólos nyírbátori vereséggel zárult. Kevesen is voltunk, többen hiányoztak közülünk, bár közülük is, azt hozzá kell tegyem. Ugye Janika ilyen influenza-szerű betegséggel küzdött, nem találta magát, ugye az is egy olyan sarkalatos pontunk volt, hogy hogyan helyettesítsük, hogyan oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünk volt nagyon, nagyon lagymatag, gyakorlatilag most a statisztikát megnéztem, egy sárgalapot kaptunk, meg egy kiállítást, tehát egy felsőházi rájátszást így kezdeni szerintem nem lehet. Ez fájt. Nem a vereség úgymond zavar a legjobban, nyilván nem szeret senki veszíteni, hanem a miensége, és viszont az akarati tényezőket hiányoltam. Sokkal többet kellett volna fautolnunk, sokkal többet kellett volna ütköznünk, futnunk, de ez most így sikerült, valamiért ma ez nem működött. A mérkőzésen 3 gólt szerző Mezei József szerint hiányzóik ellenére is tudták azt a gyors játékot játszani, ami szükséges volt a Váci győzelemhez. Kellően fel tudtunk szerintem készülni azokból a videókból, amik fel vannak a MKS-nek a honlapján. Sajnos egy olyan malőrbe
futottunk bele ezen a héten, hogy több betegünk is lett, ezáltal nem tudtunk abba a létszámba eljönni, amennyibe szerettünk volna, de szerencsére sikeresen vettük ezt az akadályt. Mészáros Ákos 7 góljával a nyírbátori csapat legeredményesebb játékosa volt. Az átlövő a védekezésben elkövetett hibákban látta vereség okát. Úgy gondolom, hogy az elején jól bekezdtünk, ott még az első fél időnek az első 15-20 percébe, meg hát úgy mondhatom, hogy az első fél időben úgy még pariban voltunk végig, utána pedig a második fél időre valahogy nagyon rosszul jöttünk ki, ott védekezésben is nagyon sok hibánk volt, de igazából egész mérkőzésen sok hibánk volt védekezésben, és utána pedig már futottunk az eredmény után. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény DVTK 23-33, Hajdúnánás Salgótarján 23-24 és Hajdúszoboszló Gödöllő 31-25. A tabella élén a 13 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 12 pontos DVTK-t. A 3 ponttal 7. Nyírbátor a jövő hétvégén a 3. Salgótarjánhoz látogat. Vendég sikerrel zárult a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója. A Sényő a Kisvárda második csapatát fogadta, és a vendégek 3-1-re megnyerték a mérkőzést. A Kisvárda 2 győzelmével a tabella élére ugrott, a Sényő a 12. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A hagyományokhoz híven a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán idén is szerveztek programot a Szociális Munka Világnapján. A rendezvény központi témája Buen Vivir, azaz valódi változás a közös jövőért volt. 2024-ben egyetlen ünnepnapunk sem esik hétvégére, ezért idén 7 hosszú hétvégére is készülhetünk. 3 napos volt a március 15-i hétvége, most pedig következik egy 4 napos hosszú hétvége. Péntek és hétfő között a húsvéti ünnepeket használhatják feltöltődésre a családok. Idén 800 éve, hogy Szent Márton pannonhalmi monostorának ma is álló szerzetes templomát helyreállították és ünnepélyesen felszentelték. Az ünnepi rendezvény sorozat részeként kiállítást rendeztek 800 éves ember portréjából a Boldogasszony kápolnában. A fényképeket Balázs Attila, Escher Károly díjas fotóriporter készítette. Március 25-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden túlnyomóan napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Késő délután délnyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek, a délkeleti-keleti szél többfelé lesz erős, északnyugaton időnként viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 15 fok között valószínű.